Vészhelyzetet hirdettek a nyugat-szerbiai Iványicában és környékén, miután feltételezhetően 70 tonna fáradt olaj ömlött bele a 11 ezer lelkes települést átszelő Moravica folyóba. A felszínen úszó színes foltokra eleinte a helyiek lettek figyelmesek. A folyónak benzinszaga volt, és miután beletettem a kezemet, alig tudtam lemosni magamról az olajat, panaszkodott az egyik lakos. A sűrű fekete anyag valószínűleg a közeli kórház által télire elraktározott fűtőolaj lehet, azt viszont még nem lehet tudni, hogy mi okozta a szivárgást. A környezetvédelmi ügynökség szinte azonnal a helyszínre sietett, de csak mostanra sikerült kideríteni, hogy honnan jött az olaj, magyarázta Iványica polgármester helyettese. A katasztrófavédelem emberei már megkezdték a folyó megtisztítását, de gyorsan kell dolgozniuk, ha azt szeretnék, hogy a káros anyag ne érje el a sokkal nagyobb Nyugat-Morava folyót.